A hazaiaknak mindenképpen nyerniük kellett ahhoz, hogy életben tartsák továbbjutási reményeiket, és ennek szellemében kezdték is a mérkőzést, az első negyedet 9 ponttal nyerték a kékcápák. A folytatásban fordult a kocka, a nagy szünetre már az oroszlány mehetett 3 pontos előnnyel. A második fél időben váltott vezetéssel haladtak a csapatok, végül 40 percet követően 75-75-öt mutatott az eredményjelző, így jöhetett a hosszabbítás. A ráadás 5 perc már szerencsejáték volt, az utolsó kosarat az oroszlány szerezte, amely 2 pontos győzelmének köszönhetően 2 sikerrel jutott a legjobb 4 közé, a nyíregyháziak pedig az 5.-8. hely valamelyikének megszerzésével vigasztalódhatnak. Gratulálok az oroszlánynak a továbbjutásra, és sok sikert kívánunk nekik. Nagyon jó, hogy szerzett csapat, üre minden poszton van jó cseréjük. Igen, egy kemény mérkőzés volt. Én úgy gondolom, hogy a maximumot nyújtottunk, semmiféle szégyenivalónk nincsen. Na, az is nagyszerű, hogy idáig eljutottunk. Én gratulálok a fiúknak a küzdésért. A vendégek edzője szerint az döntött csapat a javára, hogy több rutinos játékos tudtak pályára küldeni, mint a hazaiak. Tudtuk, hogy a Nyíregyháza mindig erősen kezdi összes mérkőzését. Rövidebb pad miatt, hogy ne is fáradjanak el a végére, kevesebb falatot tudnak használni. Nagyon fontos nekik, hogy az elején komoly előnyt építsenek, ahogy a bajnokságban ezt többször is megtették, és mégis szoros lett a rangadóiknak a nagy része. Próbáltuk ezt elkerülni, egyik mérkőzésen sem sikerült, viszont úgy gondolom, hogy jóval hosszabb a rotációnk és több a rutinos játékosunk, ami ilyen szituációban döntő. És mind a két mérkőzésen az első negyed lazább játéka után be tudtunk keményedni, sokkal agresszívabbak tudtunk lenni támadási védekezésben. A nyíregyháziak legeredményesebb játékosa, a 28 pontot szerző Busz Iván érthetően csalódott volt a mérkőzés után. Nagyon jól kezdtünk az elején, megint 10 pont feletti előnyre tettünk szert. Várható volt, hogy az oroszlány fel fog zárkózni. Fél időig egy egál meccs volt, másik fél időben kicsit elléptek tőlünk, ekkor védekezést váltottunk, és a 3-2-es zónánk működött is helye közel. Támadásban kicsit döcögött a játék, de harcoltunk, küzdöttünk, megtaláltuk a pontokat. Hosszabbításra mentettük a mérkőzést, ahol igazából már fault gondokkal küzdöttünk a második félidő eleje óta. Nem is nagyon tudok mit mondani, egy labdás mérkőzés volt. Sajnos sok büntetőt, köztük én is sok büntetőt hagytam ki. Talán, ha jobb százalékkal dobjuk azokat, vagy a végén az ittszerek becsorognak, nem pedig ki, akkor mi hagytuk volna győztesen a találkozót. A kék cápák az 5.-8. helyért az MTK Török Bálint ellen játszanak. A két nyert meccsig tartó párharc első felvonása a tervek szerint május 2-án lesz Nyíregyházán.